Köszöntöm Önöket! Évvége van, pályaválasztás előtt áll igen sok fiatal. Mai műsorunkban az Újvidéki Egyetem szabadkai építőmérnöki karát mutatjuk be vendégünk dr. Hovány Lajos segítségével, aki egyetemi docens az építőmérnöki kar vízépítő szakán. Szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Megkérjük, hogy hozza közelebb a fiatalokhoz ezt a kart. Mi az, amit tudni kell róla? Ugye a Vajdaságban az egyetem központja Újvidéken van, az Újvidéki Egyetem. Ennek különböző karai léteznek, nem csak Újvidéken, Szabadkán is, Becskereken is. Egyik ilyen kara az az építőmérnöki kar Szabadkán. 74-ben indult a tanítás. Jelenleg négy fajta szakmadiplomál az egyetemünkön. A legkorábbi az a magyarul statikusoknak hívják, ők indultak, eddig körülbelül 900-an diplomáltak. Utána 80-ban indultak meg a vízépítők képzése, ezekből a 400-an diplomáltak eddig. Majd később lett az utászok, és legutoljára pedig a településrendezők. Ez mind a négy építőmérnöki diplomát kap. Ha 4 évet kijár, ugye, akkor annak megfelelő diplomát. Az 5. év az egy nem mesterképzés, az a régebbi diplomirányra nincs inzsinyérnek megfelelő rang lenne. És ezután megy a doktori képzés az egyetemen. Mennyire népszerű ez az egyetem a fiatalok körében? Hát ez egy olyan kérdés, ugye, hogy nem... Inkább azt kéne nézni, hogy az ember tudja majd vállalni a következményét. Szóval az, hogy ami máma népszerű, az nem biztos, hogy hónapabb tudok élni. Azért jöttünk Szabadkára a kollégával, mert nem Szabadkára, Topolyára a kollégával, mert Topolyán például a gimnázium elég jó fölkészítést adott ahhoz, hogy az ember például az építőmérnöki kart bemerje írni, és megfelelő időn belül be is fejezze. Egy ilyen nehéz szakma volt, korábban 8,5 év alatt fejezték be átlagba, aki befejezte. Jelenleg ugye bolognai folyamat van, évet évre kőne agyadjunk, mondom, hogy kőne. A 4 év, 5 év, jelenleg 6-7 év alatt fejeződik be, de ezt vissza kell szorítani arra bizonyos 4-5 évre. Úgyhogy nem véletlen, hogy ebben úgy próbálunk segíteni, az emberekre is tudják ezt a vizsgákat rakni időbe, hogy az elején fölkészítő vizsgákat, tantárgyakat vezetünk be, például az idén, és ez minden évben így van, ugye, matematikából még egy ilyen fölkészítés, ami azt jelenti, hogy fölismétlik a középiskolában, fölsorolt, nem tudom, részekből követően majd megtanulni, hogy erre lehessen utána majd alapozni is. Erről a későbbiekben még szó fog esni, most akkor térjünk vissza a különböző szakmákhoz. Ugye említette a beszélgetés elején, hogy tulajdonképpen 4 szakma közül választhatnak azok, akik erre a karra iratkoznak. Nézzük sorjában, a statikusokkal kezdünk. Én még egyet visszalépnék. Magyarul ugye építésznek gyakran az architektát is, és az építőt is nevezik. Ezt a másodikat szerbű građevinásznak hívják. Igazából építész az az architekta lenne. Próbálják ezt műépítésnek is folytani, nem az építész lenne. A građevina az építő. Mi az eltérés a kettőbe? Az első az inkább funkcionális oldalakat nézi, például, hogy nézzen ki az a terem, hogy annak a funkciónak, amiért csináljuk, az úgy, hogy lennek elintézve azokat a termek egy épületén belül, az ablak hol legyen, milyen legyen befestve, milyen magas legyen. Ez nagyon lényeges dolgok, hogy az ember azt az építményt arra tudja használni, amire tervezték. Az építész, ugye ez a dolga. Az építő az nem ezzel foglalkozik, hanem megpróbál olyan építményt csinálni, hogy az álljon is,
például ha téglábút csináljuk, akkor milyen vastag lenne a téglafal, milyen gerendákat kell csinálni például ahhoz, hogy az tényleg álljon. Mondjuk rá, épp a Topolyai TV nem a legjobb példa, hogy ki megcsinálni a tetőt, hogy ne állzon be, ugye? Vagy az alapot, hogy kell, ugye, erre a talajra, ami éppen itt van, hát ugye maguk a krivalynak egy holtága mellett vannak, ugye, hogy ez ne süllyedjen meg. Ez lenne lényegében, nem csak a lakóépületeknél, a statikusnak a dolga. Tehát ő méretezi a megfelelő építőanyaghoz viszonyítva ugye azokat a bizonyos gerendákat, falakat, alapokat, tetőket. Azt hiszem, hogy sikerült segítséget nyújtani azoknak, akik úgy döntenek, hogy ezt a szakmát választják, és még nem tudták, hogy tulajdonképpen mi is ennek az egésznek a lényege. No, de nézzük akkor most a következő szakot, a vízépítő szakot. Igen. Ezeknél az építményeknél ugye szüksége van az embernek vízre, vagy ivásra, vagy másra használjuk azt a vizet, ha egy gyárúban szakó technológiai folyamatokban, illetve az itt kezdett szennyvizet ugyancsak elkívülni. Tehát a vízépítő, az vízellátása, csatornázással, öntözés, tecsapolással foglalkozik, mezőgazdasági területén vagyunk, ugye a folyószabályzással, a folyóutakon, folyóutak kiképzésére, illetve a vízminőség biztosításával foglalkozik. Ez lenne a vízépítő. A harmadik szak az utászok. Most itt a vízépítőnél még picit meg is változtattuk a nevünket a szakmának, mert a környezetet is bele kell venni. Tehát most már nem elég az, hogy megcsináljuk a vízellátást, de csatornást nem csinálunk. Vagy megcsinálni csatornát, de nincs szennyvíztisztító, és akkor majd belengedjük a krivályba, az jó van, ugye? Hanem rendel ki szépen hozni, mert különben csak ásítozhatunk arra, hogy az EU-ba beengednek majd bennünket is. Ez egy új kihívás a jelenlegi szakmának is, mert valahogy ezeket a megoldásokat úgy kéne vizek kapcsán megszülni, ugye, hogy hosszabb távon is az elviselhető legyen. Konkrétan Topolyán vagyunk. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy a krivajnak csatornának jön lenni, vagy pedig pataknak. Abba a bizonyos völgyben szennyvíznek jön folyni, vagy pedig olyan víznek, amiből hal is van megint, mint ahogy volt korábban. Ugye? Ezek a hosszabb távú gondolkodások. Vajon egész a víz szélikő szántani, vagy pedig ott teret kihagyni legelőnek, vagy nádasnak, ahhoz, hogy normálisabban élhessünk ott. Valójában ugye ezek a megoldások már megvoltak korábban, csak még sikeresen ugye azt tönkretettük, mert mindig hasonlítani akarunk valakihoz, nem pedig saját magunkra. Ugye? És hát ezt is majd vissza kéne vagy pörgetni, hogy olyan területen vagyunk, ahol nem vízpörösség van, vízhiány van, ezt vissza tudjuk tartani. Mégpedig úgy, hogy ne ajnározni kell azt a vizet, hanem normális, hát mennem a patakba, kérem szépen. És akkor most nézzük az utászokat. Mivel foglalkoznak? Hát ugye úttervezéssel. Jelenleg a statikus kollégák körében leginkább itt tudnak elhelyezkedni, mert az utaink igencsak el vannak anyagolva, ugye, és ezeket állami szinten próbálják rendbehozni. Tehát olyan utakat kéne tervezni és kivitelezni, ugye, amelyik nem egy pár év múlva már megint tele vannak akkor, hanem működnek, ugye. Ezért nyitottuk ezt a bizonyos utász szakot Szabadkán, mondom, már jelenleg legszebben helyezkednek itt el az emberek. És akkor maradtak a településrendezők? Igen. Hát adja meg a Jóisten, hogy az önkormányzatok ezt a fajta mérnököt is mi hamarabb ugye igénybe veszik, megfelelő licencekkel, megfelelő engedményekkel, ugye, engedélyekkel látják el, mert a településeink nem csak épületek, nem tudom, összessége, hanem ott más funkciókat is kikülni, hogy elég ilyen az a valami. A közlekedésen túlmenőleg, meg a vízellátás, a csatornáláson túlmenőleg, ugye. És ez lenne, hogy élhetővé tenni ezt a települést, a dolga ennek a bizonyos településrendezőnek.
szóval nem csak egy parkot csinál, hanem egy olyan utcát, ahol én ki akarok menni, ahol el is tudok menni kerékpárra, nem pedig mindjárt az autók túl menekülök, hogy nem tudok ott közlekedni. Mire kell felkészülni annak a fiatalnak, aki úgy dönt, hogy az említett szakok valamelyikére iratkozik? Hát, most furcsát mondok, de hát legjobb lenne, hogy mind többet ellopni onnan, ami elmegy. Nem a vizsgálat lerakni, azt le lehet rakni, hanem mind több tudás sem menje haza. Én egyet tudok nekik kívánni, hogy olyan emberekkel találkozzanak még, tanulnak, akik azt a szakmát szeretik is, és meg is akarja tanítani, nem csak arra, amit a tantárgy, hanem kicsit többre, mert akkor talán olyan emberi tud válni, aki majd, akinek a munkáját mások is akarják használni. Nem csak magának. Nem kis ipar ez. Kicsit több attól. És több is köd legyen. Annak idején, mikor a vízépítőket írták le, akkor azt mondták, hogy alkalmazott matematikusok. Hát most már ez nem lenne felül ez a megnevezés, platinó írták így őket, hanem a környezet ismerők is. Hát egy olyan nyelven beszélünk, amelyen a világon az első vízépítő kart nyitották meg Budán, 1782-ben. Az elsőt. Ez a jelenlegi Műszaki Egyetemnek az elődje. Úgy hívták, hogy Institutum Geometricum Hidrotechnikum. Hát én azt hiszem, hogy ha ebbe az irányba akarnánk tanulni, akkor van az elődök, van kire fölnézni az elődöknél. És a szabadkai építőmérnöki karnak olyan tanári kara van, aki igyekszik nagyon sok tudást átadni a fiataloknak? Remélhetőleg így van. Én ezt magamnál konkrétan úgy ellenőrizem le, mert hogy az ember magából néz kifelé, hogy vajon, amikor lediplomálnak az emberek, akkor utána eljönnek el a Lajosó. Bejönnek egy kávéra, hogy beszélgessünk, és nem muszáj szakmáról, ugye? Mert hogyha még azután is kíváncsiak vagyunk egymásnak az arcára, akkor azt jelenti, hogy jó dolgoztunk. És eljönnek? Hála jó Istennek, még igen. Az oktatás nagy része szerb nyelven folyik, ugye? Igen, az első két évben, hogyha a tanárok tudnak magyarul, akkor egy magyarul is. Hát valójában ez egy ilyen átmeneti valami lenne, mert ugye végtére is meg kéne tanulni az ember szerbül, mert itt fog élni. Én olyan tantárgyaim vannak, ahol nem tudok magyarul tanítani végig, ugye. Hát én azt úgy oldom meg, hogy emberre szabba, mikor leülünk beszélgetni, akkor bizony védi ezt a gyakorlatot, vagy mit, akkor igenis beszéljünk amazon a másik anyanyelven is, hogy megtanulja mind a két nyelven a szakszavakat, mert ugye hát így tudunk haladni. A gyakorlati munkának igen nagy jelentősége van ebben az esetben. Hol végzik a gyakorlati munkákat, hol van erre lehetőség? Hol tanulhatják meg? Hát az életem idején sajnos sehol. Korábban, még szocializmus volt, akkor kötelezettsége volt a vállalatnak, hogy az egyetemistáinkat elhelyezze legalább egy hónapra, mielőtt még diplomálna. Jelenleg erre nincs lehetőség, vagy kivételes esetben kerül erre sor. Úgyhogy ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy magába a tantárgyba viszik be azt a gyakorlati részt, vagy pedig hát elmegyünk, és akkor például most az időszakban, amikor az egyetemistáim ma terepet járunk, és megmutatjuk, na ezek azok az építmények, ugye, mi a jó, mi a rossz oldal neki a megoldásnál. Az sem mellékes kérdés, ha amikor az ember fia, lánya elvégzi ezt a kart, hogy talál-e munkát. Milyenek a munka lehetőségek, milyenek az elhelyezkedési lehetőségek ezekben a szakmákban? Inkább a vízesekről tudok beszélni, mert ugye ővelük foglalkozok. Hát a Jóistenek hála még elhelyezkednek. És a lányok is elhelyezkednek. Korábban nem volt jellemző, mert ugye az a hír járta, hogy a lányok elmennek majd szülésszabadságra, és akkor milyen gond lesz. Jelenleg pedig ez megfordult, inkább a lányokat helyezik el, mert rájöttek arra, hogy a lányok hűségesek, hogyha egy helyen elhelyezkednek, utána nem akarnak onnan elmenni, és akkor az bizony nem mellékes, ha hosszabb távon gondolkozik az ember egy-egy vállalatban.
Már a beszélgetés elején említette, hogy ezen a karon is, mint annyi más egyetemen előkészítő tanfolyamokat, órákat szerveznek, adnak. Az egyetemi karon mikor van erre lehetőség? Először is a bejelentkezés, hogy majd az egyetemre fog jönni, az június 27-89-én, tehát a hónap vége felé, jövő hónap vége felé lenne. Matematikából lesz egy fölkészítés, mert lesz majd fölvétel is, ugye. Július 2-án van a fölvételi vizsga előkészítője. Legjobb, ha az ember kinyitja a honlapot, és ott megnézgetem a dátumokat, most ne kevergessem össze. Van még egy valami, maga a fölvételi július 4-én van. Tehát még egyszer, azt hiszem, hogy elég zavarosan megsértem, mert matematikából van fölkészítő ilyen tanfolyam tartva. Fölismétik a középiskolai anyagot, ugye? Amely alapján utána már lesz egy fölvételi vizsgájuk. Ezt nem azért csinálni, hogy minél nehezebben jussanak be, hanem ezek azok az alapok, amelyekre majd a matematika egyet, kettőt, hármat fogják rárakni. Igen, hát végül is építőmérnöki karról van szó, ugye, ahol az egyik alaptantárgyról beszélgetünk tulajdonképpen, meg a fizikáról. Nos, még csak annyit kérdezek így a beszélgetés végén, hogy a fiataloknak erre az előkészítőre külön kell jelentkezniük, igen, vagy pedig külön, csak mehetnek, külön jelentkezniük kell. Nyissák szépen ki a honlapot, az egyetem honlapját, Rejnszki fakultét, és akkor ott még nézik pontosan, mikor mi, mert ára is van neki. Minden fel, az ember tisztázza. És mielőtt még eldönteni, igen vagy nem, Szabadka nincs messzi, főkülni, az autóbuszra el kell menni. Egy olyan emberre, aki oda jár. És vedesse szépen az életemre is, vedesse el az otthonba, ami az életem mellett van. Tudja még a föltételeket, hogy lehet bejutni oda, mert sokkal olcsóbb ott lakni, mint privátnál. Ott van az otthonnál a maga a konyha, ugye, tehát a menza. Úgyhogy nem szaladgálni kell válsik egyik végül másikra, hogy egyen meg tanuljon, hanem hát minden egy helyen van. Ezt azt hiszem, hogy nem kéne mellékesre venni. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.